Hát voltak éppen most bebizonyítjuk, hogy sajtószabadságban is akár a miniszterelnököt, vagy akár Andy Vajnát is lehet kritizálni, már ha az uraknak ehhez van kedvük, jó estét kívánok. Bármire készen vagyunk, persze. Teljesen? Igen. Azt mondja Andy Vajna, hogy ez önmagában bizonyíték, hogy Orbán Viktort lehet kritizálni. Ez mit bizonyít? Egy ország sajtószabadságának állapotáról. Én azt hiszem, hogy Andy Vajna bánja már ezt a nyilatkozatát. Őszintén mondom. Én olvastam ezt a Financial Times reportot, magát az eredetit, és hát az egy nagyon kemény hangvételű cikk, amelynek része az Andy Vajna beszélgetés, és ebben a kemény hangú, eléggé kritikus cikkben ez a mondat hát úgy ugrik az ember szemébe, hogy kikerülhetetlen. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy Vajna úr bánja már ezt a nyilatkozatát, mert egészen nyilvánvaló, hogy mind a cikkben, mind pedig ebben az országban, hát ilyen mondatot... Akkor te csak feltételezett, hogy bánja, azt hittem megkérdezted. Különösen az ő... Hát mi nem vagy, most már nem szoktunk diskurálni egymással. Szóval az ő szájából ez nagyon furcsa. Ugye a Financial Times egy nagyon kemény prekoncepcióból indult ki. Ők látják azt, hogy messziről nézve valószínűleg egy képet kapnak arról, hogy de milyen ez az ország. Prekoncepció. Mert hogy Andy Vajna már erre reagált. Tehát én azt gondolom, hogy azzal szembesítették, hogy messziről nézve ez a következő képen látszik. Hát az a prekoncepció, azok tények. Ugye ezzel ülök levele szemben, erre reagáljon. És erre azt mondja, de hát hogy lenne? Hát Orbán Viktort is lehet kritizálni. És szokták is. Na jó, de ez olyan, mintha tanúból hallanánk egy részletet Bacsó klasszikusában. Persze, tehát hogy nyilván a sajtószabadság nincsen ideális állapotban, sem Európában, de Magyarországon sem, és a kormányzat szándéka is nem biztos, hogy sőt, egyáltalán nem abba az irányba hatottak, hogy nagyobb olyan sajtószabadság, viszont egyszerűen úgy változott meg a világ, hogy a sajtó az a környezetében, a működéséből fakadóan szabad. Tehát, hogyha vele gondolunk abban, hogy 20 évvel ezelőtt milyen volt a magyar média szerkezete, vagy akár csak 10 évvel ezelőtt is, egyszerűen annyira töredezett lett, annyira sokszínű lett az egész, hogy mondjuk a régi értelemben vett domináns szereplők, azok sokkal kisebb súlyan rendelkeznek. De ez nem a kormánytól függ, mint az internet létéhez. Nem csak az internet létéhez, hanem egyéb platformokhoz is. Határozza meg az összes többi platform működését. Tévék is sokkal többen vannak, mint hány magyar nyelvű tévé van ma, és hány volt 20 évvel ezelőtt. Vagy 8 TV2 csatorna, vagy a csatorna. Persze, van abból is sok, de egyszerűen az egész környezet is úgy változott meg, hogy egészen más jelent ma a sajtószabadság. Azért hoztam ebbe szóba, mert azt gondolom, hogy az, hogy az interneten megjelenik, megkerülhetetlenné vált. És mert hogy megkerülhetetlenné válik, az a rengeteg információ, ami ott van az interneten, ez hat a tévékre, a rádiókra, az írott sajtóra, minden másra. Én arra is hat szerintem, hogy tehát ami... Azért szeretem 20 évvel ezelőtti állapottal összehasonlítani, mert ott tényleg mondjuk az, hogy akkor még egyetlen, vagy csak közszolgálati csatornák voltak, hogy mi volt azokon a csatornákon, mondjuk az esti híradóban, az élet és halál kérdése volt a magyar politikában. Hogy ma mi van a közszolgálati híradóban és mi nincs, az nem mondom azt, hogy teljesen jelentéktelen, de össze lehet hasonlítani azzal is. Ma mindenki megtalálja magának a megjelenési lehetőséget, akár online csatornán, akár egyéb online lehetőség. Csatornán feltétlen. Hadd pontosítsam azt, amit az előbb mondtam. És nem akarok cinikusnak hangzani. Természetesen szólásszabadság van. Csak az a baj, hogy a szólásszabadság két fontos részből áll. Egyrészt az, hogy én elmondhatom azt, amit én gondolok, másrészt, hogy eljusson hozzád az az üzenet, amit én fontosnak tartok, vagy hozzád, vagy a nézőkhöz. Na most ez utóbbival van baj. Mindenki azt mond, amit akar, de nem fog eljutni azokhoz, akiknek az üzenet szól. Szeretném ezt bizonyítani, mert ez bizonyító erejű. Ugye akkor, amikor a Fidesz 2010-ben hozzálátott a nemzeti együttműködés rendszerének kiépítéséhez, akkor rögtön az elején a média ügyekhez nagyon szellemesen és nagyon csavarosan nyúlt. Én most egészen konkrétan arra gondolom, hogy például az MTI híreit hozzáférhetővé tette a hírszerkesztőségek számára. Mi volt ennek a következménye? Tehát ingyen használhatták az MTI híreit. Minden más hírforrás értelmetlenné vált, amit korábban pénzért lehetett adni. Nem csak a hírforrás, hanem a hírszerkesztőségeket hirtelen szélnek eresztették. Csomó helyen, igen.
felesleges. Most kis rádiócsatornákról, kis tévécsatornákról beszélek. Igen. Tehát az önálló hírszerkesztés megszűnt, hiszen gyakorlatilag készen kapták az MTI híreit. Ugye van, alakult is erre egy... Viszont az online orgánumoknak ez kifejezetten jól tett. Arra egy, mindjárt átérünk. Én szerintem az online orgánumok annyira nem fontosak most még, mint a televíziók és a rádiók, mert kevesebb nyilván, a penetráció kisebb. Csak egy mondatot akarok még csak mondani. Egy mondatot adj nekem. Akkor röviden mondom. A Gyrószász András által fémjelzett Strategopolis vállalkozás, az megteszi azt a gesztust a kis rádióknak, kis televízió, regionális sugárzóknak, hogy készen adja oda nekik a híreket. Na most, hogy ide mi kerül, és ez a legnagyobb tömeg. Hogy ezekbe a hírekbe mi kerül, hát én biztos nem. A kormány számára nem túlságosan kedvező hírek biztos nem. A kormány dicsérete, a migránsok szidalmazása, az biztos bekerül. Az egy percekben, amikor erről beszélünk. Na most ilyen értelemben tehát van szólásszabadság, van sajtószabadság, van, azt mondasz, amit akarsz. Csak az MTI nem fogja betenni ezekbe a kis műsorokba. Viszont az internetről annyit, és szerintem valahogy így reagáltál volna, hogyha mindjárt vissza is dobom neked, hogy azért az, hogy az internet használók kisebb penetráció, tehát nem annyira fontos, az szerintem azért nem egy igazállítás, mert lehet, hogy lélek számában kevesebb, viszont az ő aktivitásában, a politikai véleményformálásában, a politikával való foglalkozásában meg sokkal több, és nem csak mint a penetráció számban. Akarásban és véleményformálásban és politikai aktivitásban is, és akár választási hajlandóságban is. Tehát aki mondjuk részt vesz a választásokon, azoknak egy jelentős része az online forrásokból is tájékozódik. Valóban vannak mi a jelentős, ez nem tudom, hát ez nehéz definiálni, hogy mi a jelentős, én szerintem nem túl jelentős, nagyon sokan használják az internetet, kevesebben, mint a európai átlag. Minden aljasság nélkül hadd mondjak valamit, most azért teszem hozzá, mert te most DK-s politikus is vagy, miközben televíziós műsorvezetőként, kollégaként is ülsz itt velünk. Tehát, régen volt az, hát már ennek ellenére ezek nem múlnak el. Igen. Ugye a DK-s közönség körében vélhetőleg kisebb az internetről tájékozódók száma, mint mondjuk a jobbikos, vagy akár a fideszes közönség részéről. Vagy az LMP-s közönség részéről szinte biztosan. Mert egészen más korcsoport. Mert a szociális összetétele más. Igen, igen, egyetértek. Nagyjából a pártok érzékelését is ez határozza meg. Tehát egy LMP-s politikusnak valószínűleg fontosabb az ő internetes szereplése, mint egy DK-s politikusnak. Persze, de... ennek ellenére, amit mondasz, hogy mondjuk valószínűleg igen arányában többen fogyasztanak mondjuk a Fidesz szavazói közül online forrásokat, mint a DK-sok közül. Az online tényleg nem lehet azt mondani, hogy ne lenne legalábbis kritikus a kormánnyal szemben, a túlnyomó része az online orgánumoknak. Hát, néhányra kifejezetten azt mondom, hogy ellenséges. Hát mert ez maradt. Ez maradt. Igen, valóban az interneten... A magyar közéleti viták jelentős része az online platformok az ajtók. Mert máshol ugye, az ország... nem. Ákos, mert máshol nem. Ez teljesen jogos. Tehát szerintem nagyon szomorú, hogy még a köztévében nincsen ilyen műsorok. Igen. Ez teljesen egyetértek. Ugye nekünk itt az ATV-ben van egy Csat című műsorunk, és az egy, ti is rendszeres szereplő vagytok. Mi a címe? Az egyik, ugye? Csak szeptemberben indul újra. Jó. És az egyik tapasztalatunk pontosan az, hogy a közéleti szereplők maguk is el vannak szokva attól, hogy vitatkozzanak. Persze. Tehát egy csomóan azért mondják, hogy nem, mert ő nem szokott vitatkozni. Ami egy egészen keserű helyzet. És nagyon, nagyon nem. És van is egyébként a közéleti szereplőknek bizonyos kockázatok, hogy eljöjjenek például a Csatba. Szeretnék visszaélni azzal a beszélgetéssel, amelyet akkor folytattunk, mielőtt bejöttünk volna ide hozzád. És hát a Zsolnai gyárnak az igazgatósági elnöke, jól mondom. Csíplő Petra. Így van. Mesélte nem nekem, hogy az ő... keresed, így van. Igen. Hogy az ő férje, aki tulajdonos volt, ugye? Jól mondom? Még most is. Többségi tulajdonos. Szóval többségi, igen. A többségi tulajdonos kapott egy üzenetet a Facebookon, tehát az interneten, hogy annak következtében, hogy ő az ATV-nek és az RTL-nek adott interjút, hát ne is számítson semmifajta
társadalmi, kormányzati, önkormányzati támogatása, mert ezzel ő kiírta magát. Hát, hogy ez aztán egy beváltott fenyegetése vagy sem, az egy másik kérdés, de nem először. De az atmoszférát jelzi? A sajtószabadság atmoszféráját is. Tehát pontosan és lehet akkor tudni azt, hogy melyik kormányzati szereplő például nem hajlandó nyilatkozni bizonyos csatornáknak, hol a tulajdonosi kör miatt, hol a politikai pártállás. Ennek kapcsán hadd mondjak valamit, szóljatok rám, hogy túlságosan magamhoz ragadtam a beszédfonalat, de nagyon fontosnak tartom, hogy ugye itt állandóan a sajtószabadság kapcsán beszélünk a piaci viszonyokról. Én magam is az interneten, Facebookon gyakran olvasom, hogy hát ha nem megy hozzátok az ilyen reklám, olyan reklám, akkor próbáljátok a piacról megélni. Én azt gondolom, hogy a sajtószabadság helyzeténél a piaci viszonyok abszurditása még jobban jellemzi azt, ami itt van. Itt nem oda mennek a reklámok, ahol amik fenntartják ezeket a fórumokat. Nem mennek oda reklámok, ahol ezekre rá lennének szólva. Maguktól ki tudnak száradni fontos fórumok, és fent tudnak maradni olyan fórumok, amelyek egyébként ezt nem érdemelnék meg. Az biztos, hogy közélettel foglalkozó orgánumoknak nem egyszerű a helyzet a reklámpiacon, mivel hogy egy csomó hírrető nem szeret megjelenni politikai környezetben. Ez mondjuk a mi személyes tapasztalatunk, és nem is az állami hirdetés. Ez egy normális és arányosan működő piacon, ahol az állam és a kormánypártok nyomása nem deformálja a piacot, teljesen rendjén levő. Tehát ő nem akar ott hirdetni, a politika van, mert ebben nem akar belemászni. De itt más de, nem bocsánat, de ugye ez itt másról olyan, szól? De itt olyan, nem. Itt, tehát mondjuk a mi közönségünk az nagyon magas jövedelmű, nagyon iskolázott, tehát nagyon én még intenzív. Másfajta médiáról nem persze, hallottam. Persze, csak ilyenek vannak, de nálunk ugye itt hívva azért. És ők kommentálnak. Igen, de azért, mert mi gyakorlatilag csak politikával foglalkozunk, emiatt tényleg azok az emberek olvasnak minket, akiket ez érdekel. És ők is kommentálnak. Jézus, ha tetszik, ha nem tetszik. Néha elég vadul. Neked volt egy ilyen vitád? Nem akarsz ebbe belemenni. Hirdető szempontból nagyon érdekes, mert ugye van jó néhány nagy nemzetközi cégek a vezetőt, hallottuk azt, hogy ők nem szeretnek megjelenni ilyen közegben, ahol közéletről van szó, és közben nagyon erősen kormánykritikus, vagy akár kormányellenes orgánumoknak, meg ők a legnagyobb hirdetői. Tehát mondhatják azt nekünk, hogy nem, nálatok nem akarunk, de nem egészen őszinte ez a... És igen, valóban, ami a kommenteket illeti a DK-val, ebben van egy hosszú közös történetünk, ugye a ex-államtitkár asszony Varrai Ágnes megkereste az összes hirdetőnket országgyűlési fejlécés levélben, hogy miért hirdetnek nálunk. Ez 2011-ben vagy 2012-ben volt. Ezzel el is érte azt, hogy többen azóta nem hirdetnek nálunk. Tehát, és nem hinném, hogy ez egy korrekt és sajtószabadságpárti megközelítés lenne bárki részéről. Először nagyon szívesen reagálnék rá, de szerintem ez egy részletkérdés. Boldogan beszélnék erről. Hát én nem érzem annyira részletkérdést. Ugye az adott médiának nyilván nem részletkérdés. Nem haragudj, az kettőnk dolga most. Hanem, hogy igen, hogy 2011-ben. Igen. Vadai Ágnes el tudta volna intézni, hogy nálatok cégek ne hirdessék. Így van, el tudta 2011-ben mi? Nagyon egyszerű oka van ennek. Nem vacakolj. Azért, mert egy ex-államtitkártól országgyűlési fejlécés levelet kap egy akármilyen hirdető, és miért nagyon kicsi orgánum vagyunk. Tehát néhány 10 milliós költségvetéssel, ilyen esetben nem fogják érdemben megvizsgálni azt, hogy akkor igaza van vagy nincsen, csak ők nem akarnak ilyen problémát maguknak, hogy országgyűlési képviselő velük levelezzen. Nagyon furcsállom ezért a történetet. Bocsánat, ezért vannak fenntartásaim a különféle politikusoknak. De ez bármelyik irányból jön. Nem tudod megcáfolni, mert nem tudjuk. Nem is akarok cáfolni. Ez így történt, tehát meg lehet keresni az akkori. Van nektek ilyen leveletek? Szeretnék valamit kapok. Kapok rá vala engedélyt, hogy szóljak? Persze. Azt tartom mikor nagyon furcsának. Kaptál? Most például. Azt tartom nagyon furcsának, hogy itt folyik egy vita arról, hogy kiknek a befolyására jelennek meg, vagy nem jelennek meg reklámok bizonyos orgánumoknál. És ebben a vitában ez az legalábbis eddig egyetlen olyan eset, ami felmerül,
ami esetleg jellemezhetni ezt az egész szabad témát. Szabad reagálnom? Tehát tessék, nem az lenne a normális, hogy a politika ilyen módon, hát a politika mindig benne van a hirdetési piacban, a médiában, mindig mindenhol a világon, de hogy ilyen módon ne avatkozzon abszolút, bele. Tehát, hogyha egy állami cég úgy gondolja, hogy mindenhol akar hirdetni, hogy a Vadai Ágnes befolyása az összemérhető, azt, hogy akkor én majd... ne tegye. Egyetértek, én azt nehezményezem, hogy most ebben a vitában a Vadai Ágnesnek egy levele merül fel, mikor az Olvasóközben ott van, egészen exakt. Ez az egy levél, amit kaptatok? Egy egészen exakt példát mondtam. Én ezt értem. Exakt példát mondtam. Nem mondom, politika, hogy nem igaz. Politika és gazdaság. Azt mondd meg nekem, hogy ez volt az egyetlen találkozásotok a piac befolyásolásával? Ilyen jellegű, igen. Én vigyellek benned. És ugye ott van az állami hirdetésen a kérdése, ami mindenkit nagyon izgat, leginkább az, hogy másoknál mennyi van. Néhány évvel ezelőtt elkezdtük minden évben közzétenni, hogy hozzánk mennyi ilyen hirdetés folyik be. Az volt a feltételezésünk, hogy mindenki más is így fog eljárni, mert van egy olyan furcsa helyzet, hogy ugye mindenki nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy másnál mennyit hirdet az állam, mennyit hirdet az MVM, mennyit hirdetnek a különféle állami cégek. Viszont ahhoz, hogy ez összehasonlítható, meg átlátható legyen, és különösen idősoros alapok. Néha felfessük és akkor be lehet látni. De nem lehet az egész képet látni. Igen, az egész kép az csak az egyes média tulajdonosoknál van meg. És ők, hogyha önkéntesen elmondják azt minden évben, hogy ebben az évben ennyi volt, 2007-ben ennyi, 2008-ban ennyi, akkor és minél többen mondanák ezt el, akkor lehetne azt de látni, nagyon elmentünk hogy a pénz lehet felé, és nagyon elment az időnk is. Ez egy fontos pillanat. Hozzak egy másik szempontot, utolsó percben járunk, tehát muszáj, hogy ha még bármit akarnék tőletek, akkor azt most tegyem. Hogy nem úgy van az, hogyha van egy nemzeti hírügynökség, MTI. Fontos. Hogy van egy közszolgálati televízió, rádió, mint ahogy van. Fontos. Akkor oda az ellenzéki politikus pont úgy tudjon bekerülni. Az ellenzéki gondolat pont úgy tudjon bekerülni, mint ahogy a kormány oldali. Nem így kezdődik egy kormány gondolkodása a sajtószabadságról? Nincs mit hozzátennem. Abszolút az a fair, hogyha ott esélyegyenlőség van, meg versenyhelyzet. Annak idején még jó néhány évvel ezelőtt. Mert megint csak semmi másban sem lesz. Akkor nincs igazi sajtószabadság. Hát még sajtószabadság van, egyenlő versenyhelyzet nincsen. Köszönöm nektek. Ezt a levelet meg majd keressétek nem meg, és utassátok meg, hanem az összes többi. Megnyugodjon, vagy felhúzhassa magát. Köszönöm nektek még egyszer.